Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm Önöket a Te Hogy Viselkedsz című műsorunkban. És ennek a műsoron keretén belül szeretettel köszöntöm Tausz Irinát, aki ezt a műsort vezetni fogja végül is, hosszabb távon. Most egy pár szóval hagyj mesélek Önről egy pár szót. Méghozzá azt, hogy Irina ugye egy olyan családból származik, hogy az egyik oldalról sváb vonal, a másik oldalból orosz vonal, ebből is adódik a neve, Tausz Irina, ugye mind a két névnek a két népnek a eléggé jellegzetes neve benne van. Lengyelországban végezte a közgazdasági egyetemet, úgyhogy természetesen lengyelül is nagyon jól beszél, oroszul is nagyon jól beszél, de ugye, ha jól emlékszem, akkor 10 évvel már nem foglalkozik azzal, amit az egyetemen tanult, hanem elkezdett foglalkozni a szépséggel, ugyanis nyitott a lányával, azt hiszem, egy ilyen moda agentúrát, vagy modell agentúra, modell ügynökséget, ahol ugye a szép embereket keresik föl különböző ilyen ügynökségek számára, ugye? Igen, igen. Hát a filmgyártók számára akkor a ruhaipar, esetleg a ruhaiparban, ahol bemutatják ilyen divat irányzat számára, ahol ilyen divat bemutatókat tartanak. A film játékfilmekben, reklámfilmekben, riport műsorokban alanyokat keresünk. Ez azt jelenti, hogy teljesen profi ebben a helyben, a televízióban. Ugye az Illentamnal kapcsolatban az édesapjától kapta az első motivációt ehhez, ugye? Mert ő annak idején azt hiszem egy könyvet kezdett írni, vagy valami munkát tett le, ahol a protokoll viselkedési protokoll szabályokat tanított. Tanította. Igen. És ön ezt aztán végül is továbbfejlesztette, és Illemtanárnak, vagy a Illemtudásnak az egyik szakembere. Igen, és ezért van itt most nálunk. Úgyhogy én most át is adnám önnek a szót. Előre bocsátom még azt, hogy a műsor későbbiekben úgy lesz szerkesztve, hogy a különböző illentani szituációkat kis rövid filmekben majd megpróbálunk vizualizálni is, hogy az emberek lássák is, hogy történik egy megfelelő viselkedés, ne csak hallják. Így van. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Tehát napjainkban elég, nem úgy állnak hozzá az illemhez, ahogy kellene, elsősorban mondjuk ez a fiatalokra vonatkozik, mert sajnos a szülők annyira el vannak foglalva, hogy a fiataloknak nincsen idejük megtanítani azokat az illemszabályokat, amiket még nekik a szüleik megtanítottak. Például olyan illemszabály, hogy nincsenek tisztában, hogy vendéglőbe kimegy bele először egy fiú, vagy egy lány, vagy kivel lehet tegeződni, mert akivel találkozunk, ugye nem tegeződhetünk le rögtön a másik emberrel. Tehát ez a szia-szia, ez nagyon kedves dolog, amikor az ember 10 éves, de már a 18 után már nem biztos, hogy úgy állnak hozzá az emberhez, hogyha egy idősebb embert letegez. Akkor hogyan kell egy rendezvényen vagy egy vacsorán viselkedni, ki hol ül egy asztalnál, ez is egy illemszabály, az autóban hogy ülünk le vagy be, tehát melyik ülésbe kinek kell ülnie, hogyan viselkedjünk egy moziban, egy színházban, vagy netalántán a vonaton is. Mivel ezt együk az osztrigát, ez is egy olyan kérdés, ami szerintem sokaknak úgy képletesen szólva beletörne a foga. Ezt el tudom képzelni, de azért is, mert Magyarországon nem olyan sokszor esznek osztrigát. Hát azért van szerintem, hogyha lehet, hogy Magyarországon nem, de hogyha mondjuk külföldre mennek. Az ember járja a világot, igen, akkor... igen, egy nyaralás alkalmával elképzelhető, hogy vacsorán felszolgálnak igen, például. Igen, csak az ember felsül, hogyha igen, nem tud. Pontosan. Tehát mindegyik ilyen kérdésben egy-egy illem szabályra ismerhetünk rá. Az illemszabályok mindenkire vonatkoznak, tehát nincs olyan, hogy csak gyerekre vagy felnőttre külön illemszabályok lennének,
hanem mindenkire egységesen vonatkoznak az illemszabályok. Természetesen ez alól vannak kivételek, például a köszönésnél egy pici gyerektől ugye elfogadjuk azt, hogy pápával köszön, de mondjuk egy felnőttől igen furcsa lenne, hogyha pápát köszönne a másik felnőttnek. Hát, pedig velem az előfordult már nem egyszer, hogy egy kedves ismerősömnek azt mondta, hogy pápa. Jó, hát ez a mindennapi életben, tehát ennyire szigorúan nem veszik a szabályokat, hogyha egy baráti társaságról van. Hát egy baráti társaságról, persze. Természetesen. Tehát azt is tudni kell, hogy ezek az illemszabályok, ezek mindig változnak, tehát mindig újabbak és újabbak keletkeznek. A régi illemtankönyvekben például pontosan le volt írva, vagyis le van írva, hogy hogyan nem illik például cukrászdába egyedül menni egy lánynak, hanem kell egy férfi kísérő, vagy pedig egy férfival nem hagyhatták egy hölgyet egyedül egy szobában, mondjuk ez a férjezetlen lányokra vonatkozott, hanem kellett egy gárdedám, aki hát ott helyet foglal. De ezek kísérték is ezeket a fiatal hölgyeket, nem? Ugye igen, igen, akár egy városban, igen, pontosan egy gárdedám mindig elkísérte a fiatal hölgyeket. Hát tehát ez teljesen kikopott ez a... Ez teljesen. Maximum egy barátnővel szoktak elmenni mostanában, tehát valahol azért megmaradtak ezek a régi szabályok, mert a két barátnő elmegy, akkor az egyik a másikat kíséri. Igen. És náluk is megvannak ilyen szabályok, ilyen iratlan szabályok, hogyha elmennek bulizni egy-egy este, akkor illik az, hogy ugyanavval megyek haza, akivel elmentem bulizni. Különben ez a gárdadán a dáma kérdése, ezt még lehet tapasztalni idősebb hölgyeknél, hogyha mondjuk egyedül maradtak, hogy meghalt a férjük, és ugye mégis szenvednek az egyedül léttől, de mégsem mennek el mondjuk egy kávéházba, vagy bárhova is, mert nem hallandók egyedül elmenni. Igen. Hát mondjuk én sem szívesen megyek el, megmondom őszintén, tehát én is hívok egy barátnőt, akivel leülünk, és eszünk egy süteményt, iszunk egy kávét hozzá. Ez így megmaradt. Tehát még, igen, tehát ilyen nyomokban megmaradtak ilyen dolgok a mai nap is. Tehát ezek az illemszabályok szabályozzák ugyan a viselkedést, de tehát ez nem egy olyan, mintha törvény lenne, hanem ez ilyen iratlan szabály, hogyha ezeket nem tartják be, akkor senki nem fog senkit megbüntetni, ugye? Viszont lehet, hogy a társaságból nem fogadják legközelebb szívesen, hogyha nem vagy úgy viselkednek, vagy meg se hívják. Így van. Tehát azért meg kell fontolni, hogy viselkedünk, mert egy olyan ordinári viselkedés az nem biztos, hogy elfogadható egy társaságban. Tehát az emberiségnek... Elnézést, hagyj jegyezzem meg, hogy nem egyszer voltam olyan társaságban, hogy amiatt figyeltem föl egy emberre, hogy igazán, hogy megfelelően tudott viselkedni. Hiába volt szép, hogyha hozzá bunkó volt, akkor nem volt számomra izgalmas. Ez így van. De hogyha megfelelő viselkedése volt, akkor tudtam, hogy ez egy komoly háttérből jön ez a hölgy, vagy akár férfi, teljesen mindegy. De nagyon sokat számít ez. Igen, pontosan erről van szó, tehát hogy az emberek is másképp állnak hozzá az olyan, a másik emberhez, aki tud viselkedni. Tehát ez lehet, hogy a fiataloknál még nem annyira jön elő, viszont hogyha nem adjuk meg az alapokat gyerekkorba, a viselkedési szabályoknak, akkor felnőttkorba esetleg nem lesz kívánatos személyiség egy társaságba, és esetleg ez későbbiekben az üzleti életben is például meghatározhatja az ő jelenlétét, mert hogyha gyerekként nem tud viselkedni, felnőttként sem tanult meg, akkor ugye a felnőtt társaságban azt mondják, hogy na, ez egy megbízhatatlan ember, én ebben nem kötök üzletet, és esetleg mint vállalkozó, vagy akár egy köztisztviselő nem fog tudni boldogulni. Tehát nagyon sok hátránya származhat valakinek abból, hogy nem tartja be ezeket a szabályokat. Az alapvető szabályokat, tehát nem a szigorú szabályokról van szó természetesen. Most a csipkelődő szeretnék lenni, mert én azért az is vagyok.
Én azért szívesen az egész magyar politika elitet végighajtanám egy ilyen kurzuson, hogy tanuljanak meg Igen, engem is nem ezeket. ártana, tehát most is, hogyha megnézzük, hogy Obama mit csinált a Erzsébet királynőnél, hát ugye a himnusz alatt kezdte el mondani ugye a beszédét, hát ez egy akkora hiba, hogy tehát Így van. Nem is tudom, hogy engedheti magának meg egy amerikai hiszi, elnök, de... Felette van az ilyen dolgoknak, gondolom úgy ez ő. Természetesen is, túllép rajta, persze. De hát... Attól is meg tudok szörnyedni, mikor látom, hogy rágómiszer van valakinek egy megfelelő, mit tudom, egy nagyon ünnepélyes helyen, valakinek jár a szája, mint egy kérődő tehénnek, hát borzalmas. Igen, hát a rágógumizást is inkább szerintem hagyjuk vacsora vagy ebéd utánra egy órácskát, amikor letisztítsa a fogakat, mert ugye ez azért lett ez például ez a rágógumi feltalálva, hogy ez a fogak tisztítása véget. Tehát ennek is megvan. De amióta benne van az aszpartám, majdnem minden rágógumiban, ez egy azt rákcsáljuk, ami végül is a rákkeltés benne. Mondjuk ez egy rossz szokás, tehát erről nagyon, tehát le kell szokni, mert ugye a fogorvosok se szerintem, nem vagyok fogász, nem vagyok orvos, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok ilyen tömést is ki rángathat a... És igen, és nem biztos, hogy ez így egészségügyileg is jó a rágógumizás. Le kell szokni róla. Hát igen, legalábbis megfelelő helyen. Vagy megfelelő időben használni. Na szóval, tehát visszatérve az illemszabályokra, tehát vannak olyan helyzetek, amikor nem alkalmazhatók illemszabályok, például egy tűzvészben, hogyha tehát egy tűzoltók betörnek a házba, mert ég a ház, akkor nem nézik azt, hogy most az idős vagy nő vagy férfi, hanem... Nem, tehát ezt akartam kihozni belőle, hogy nem gondolunk arra, hogy például kit engedünk előre. Nem. Tehát csak az a lényeg, hogy ki legyen mentve az illető. Viszont vannak itt is azért iratlan szabályok, például ez a nőket és a gyerekeket szokták kihozni a tűzvészből, de ennek is nagyon jól meghatározott háttere van, az emberiség túlélése. Nemzetfenntartása, pontosan. Ezt lehetett látni a Titanicnak a süllyedésénél, hogy a matrózok először a gyerekeket és asszonyokat mentették a csónakokból. Pontosan. Pontosan ezért, hát ott egyéb hibák voltak, de ebben nem menjünk bele, de pontosan a gyerekek meg a nők részesednek ilyenkor előnyben. Tehát az illemszabályok azok kölcsönösek, tehát mint az előbb ugye kifejtettük, tehát hogyha egy társaságban nem úgy viselkedik valaki, akkor azt nem fogadják a továbbiakban. Tehát milyen ősi illemszabályok vannak, amiket ugye amiket ismerhetünk. Ugye a Bibliában lehet olvasni ilyen ősi szabályokat. Az a 10 pont. Igen, pontosan. Hát például az, hogy tiszteld anyádat és apádat, ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, ne kívánt fel a barátod házát. Tehát ezek ilyen ősi... Hadd kérdezzek ezzel kapcsolatban meg egy dolgot. Nemrégen beszéltem egy emberrel, aki teljesen ilyen, hát már szinte túlzásba vitt Isten hitbe él most pillanatnyilag. Ő elvált a feleségétől, van neki egy nagyon szép lánya, és annyira bigottá vált az Isten hitébe, hogy például nem hajlandó szexuális kapcsolatot létesíteni senkivel addig, ameddig nem lép esetleg azzal új emberrel házasságba, de ezzel is gondja van, mivel hogy már egyszer elvált. És ő azt mondja, hogy az Isten előtt nem lehet csak egyszer házasodni. Úgyhogy végül is ő, még egy fiatal ember, elvágja magát a esetleg egy következő párkapcsolattól, mert azt mondja, hogy az Isten csak egy volt. De most hogy néz ez a dolog ki, mondjuk illemtani szempontból? Hogy erkölcsileg ez most független a vallástól, persze nehéz ezt elválasztani egyiktől hát a másiktól, nehéz. De most mondjuk ön, mint szakértő, hogy áll egy ilyen kérdéshez?
Nem egy egyszerű kérdés. Hát nem egy egyszerű kérdés, mert hát sajnos, tehát ez valószínűleg nem egy régi keresztény vallás, gondolom nem katolikus, meg nem református. Ő egy saját drótot épített ki az Isten felé, de teljesen a Biblia szerint éli az életét. Hát ugye nagyon... Elnézést, de lehet, hogy ez nem is illemtani kérdéskör ez, hanem annyira vallási inkább ez, dolog, igen, hogy ezt már nehezen, hogy, nem igazán hogy, lehet összeegyeztetni. Hogy ez inkább, én inkább vallási kérdésnek igen. tekinteném ezt, de hát hogyha megnézzük, hogy például II. János Pál pápának ugye volt fia, tehát illetve gondolom még mindig él, tehát... nem is tudtam. Nem? Nem tudtam. Tehát a lengyel pápa, katolikus volt, igen, de mielőtt pappá szentelték volna. Az előtti időből. Igen, az hát előtti időből. Tehát azért mondom, hogy ilyen dolgok szerintem ez így elfogadható, hogyha mielőtt pappá szentelt, mielőtt ő az Istennek szentelte volna magát, és az egész életét, előtte, hogy milyen életet élt, akkor végül is nem annyira tartozik szerintem ez igen. az a további. Megmondom őszintén, hogy én ezt a katolikus egyházon belül, én ezt egy embertől távolálló dolognak érzem, hogy megtiltják egy férfinek, hogy egy nővel együtt élhessen. Miközben ennek a valláshoz? Hát, hogyha az Istent valaki tiszteli, és az Istennek végülis az Isten hit, az a szeretetről szól, semmi másról valahol. Hát most miért kell a legalapvető emberi viszont ezáltal megszüntetni? Hát az ahol nem tudom. Hát igen, ez a katolikus egyháznak a... Se a tisztessége, se a becsülete, se az erkölcse. Ez így van. Hát azért ugye létrejöttek más keresztény vallások, akik ugye bizonyos dolgokat nem tudtak elfogadni a katolikus hát egyháznak. Ezt a részét abszolút nem tudom elfogadni én. De nekem is saját drótom van az Isten, nem akarok semmilyen egyházi vonulatba bele sodródni. Értem. De megint ez nem illemtani kérdés. Elnézést, hogy újra és újra félrevezető. Semmi gond. Hát szeretném is befejezni, mert úgy gondoltam, hogy az első témakörünk az a köszönés lenne. Igen. Tehát a köszönésnek a különböző formái. Ez egy ősrégi formája a találkozásnak, mert ugye üdvözöljük egymást, és erre szeretnénk a következő műsorba tartani nem csak egy kis előadás, hanem be is szeretnénk mutatni különböző jeleneteket, amiben meg tudjuk mutatni, úgy is szeretnénk bemutatni, hogy nem szabad, mert és hogyan kéne. Mikor az ember rádöbben arra, hogy na hát én is itt csinálom, pedig ez nem megfelelő. Pontosan. Ez nagyon jó lesz. Úgyhogy köszönöm szépen akkor a figyelmet. Hát örömmel fogadtuk, és hát nagy kíváncsisággal várom akkor a következő műsorban. Köszönöm szépen. Köszönöm.